Megoszlanak a vélemények a görögországi népszavazás kérdéséről az aténi utcákon. Van, aki úgy érzi, jó, ha a kis emberek is beleszólhatnak a gazdaságpolitika alakulásába, így boldogan szavazna, míg mások tartanak a referendumtól, és inkább kiveszik pénzüket a bankokból. Nem gondolnám, hogy ennyire tragikus lenne, ha népszavazást tartanánk. Ez azt jelenti, hogy a kormányt érdekli a véleményünk, mondta egy aténi nő. Pár éve egy ilyen népszavazás teljességgel elképzelhetetlen volt. Ma már szerencsére ez nincs így. De érthető, hogy csalódottak vagyunk, nagyon csalódottak, ebben nincs semmi különleges, hangzott egy másik vélemény. Ha a görög nemzet elég erős lenne az ellenálláshoz, akkor azt mondom, legyünk az eurozóna ellen, csak hogy nem vagyunk ennyire erősek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Európa mögött kullognánk, része vagyunk Európának. Valódi vita kell, valódi párbeszéd, hogy maradjunk-e az euróövezetben vagy sem, vélekedett egy harmadik aténi lakos. Ahogy az Euronews tudósítója fogalmazott, a kormányfő bejelentés után szinte azonnal több politikus hangsúlyozta, hogy a bankokra nem leselkedik veszély, ettől persze még nagyon sok görög aggódik, tette hozzá a riporter.